A felső Tisza vidéke különleges régészeti szempontból. Szabolcsban és a Bodrog közben olyan gazdag férfi sírokat lehet találni, ami a Kárpát-medence más területén sehol nincs. Itt rangjelző tárgyakkal temették el a honfoglaláskori férfiakat. Mint például az aranyozott ezüst veretes öv, a tarsoly lemez, szintén aranyozott ezüst lemezből, az aranyozott ezüst veretekkel díszített íjtartó tegez, illetve végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az aranyszerelékekkel vagy aranyozott ezüst lemezekkel díszített szabják. Most mindezek alapján úgy tűnik, hogy ezek a férfiak a 10. század első felében uralkodott magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének a vezetői lehettek, és ezek a tárgyak, amiket az előbb említettem, az ő rangjukat, méltóságukat fejezte ki, jelezte a külvilág számára, tehát ha valaki rájuk pillantott, azonnal tudta, hogy kiről van szó. Ilyen aranyszabját két helyen, Rakamazon és Geszteréden találtak. Utóbbi lett a leghíresebb, ez látható a Kállai gyűjteményben. Minden részlete pontosan ugyanolyan nemes anyagokból készült, mint az eredeti, ezért rekonstrukciónak és nem másolatnak nevezik. Ennek elkészítése 62 ember munkáját igényelte 5 éven keresztül, végül 14 millió forintból készült el. Eszmei értéke azonban jóval több, 40 millió forint. Ez a kiállítás úgy jött létre, hogy a Geszterédi Aranyszabja Társaság Alapítványa ajándékozással fordult a József András Múzeumhoz, hiszen felajánlották ajándéként ezt a gyönyörű szép aranyszabját. Ez múlt hét szerdán aláírásra is került ez az okirat, és ezzel a tulajdonába került a múzeumnak, és úgy döntöttünk, hogy a Magyar Kultúra napján kiegészítve 8 darab tarsolylemezzel, ez a nagyvilág előtt is bemutatkozik. Az 1927-ben Disznó Konda által kitúrt aranyszabja nem csak nemzetközi szinten fontos leletanyag, a geszterédieknek is egy jelkép. A település lakóinak gondolom ugyanazt jelenti, mint ahogy nekem is, amikor ezt kimondjuk, hogy Geszteréd, akkor mi nekünk a szívünk összeszorul. Amikor meglátjuk a feliratot, akkor is összeszorul a szívünk, de viszont most az aranyszabjával egy nagyon-nagyon hosszú évtizedes emlékeztetés jutott az eszünkbe, mert volt egy tanár, aki nálunk minden évben elmondta az aranyszabja történetét, és mi csak hallgattuk állítattal, de most ez valójában megvalósult a rekonstrukciója, és azt hiszem, hogy mi a múltunkra büszkék vagyunk, és itt csak a hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik hozzátettek bármit is. A Geszterédtől Rakamazig című kiállítás március 2-ig látható a Kállai gyűjteményben. A tervek szerint ezt követően bejárja a megyét, majd az ország különböző múzeumaiban lesz látható időszaki kiállítások formájában. És az sem kizárt, hogy országhatáron kívülre is viszi a honfoglaláskori magyarok hírét. A Kállai gyűjtemény következő kiállítása az idén 80 éves holokauszt emlékére nyílik majd március közepén.